Akkor ez a Henny el tud táncolni. Nem takarítani. Hát egyébként megmondom, egy pillanatra, amikor fölnéztem a színpadra, és láttam, hogy mozogsz, azt hittem, hogy a kis grófónak valami számára. Volt benne valami, ez egy kicsit így az esküvők. Nem, úgy nézett ki egyébként a kucsira, mint a Men in Black-ba a bogár, mikor belemett. Teljesen külön mozgott, mindegyik testrésze, ami egyébként nagyon nehéz. Tipikusan az a pasas, aki otthon a házi, azt mondja, jaj, de cuki, nyomjuk rá a gombot, de ilyen szép szeme van, cuki. És a Harry meg nagyon jól énekelt. Na, de mit mond a zsűri, Kuki? Én először nagyon szeretem azt a dalt, ez annyira jó, ez a kis Represent Cuba, ez egy jó választás volt. Először úgy éreztem, hogy egy picike izgulsz, és mindig csak lefele-lefele nézted, és az elején nem annyira jó énekelted, viszont a végén felé szépen... Nem úgy, mint a végén, ugye? De a végén belejött, mert ez mit én láttam volna két évvel ezelőtt, a végén már elkezdte kicsit jobban bízni magadban, és volt, és Henny, hát te folytosan csak nevettél. Ez annyira jó volt, hogy látszik, hogy... Más nem lehetett csak nevetni. Nem, de tetszett, nagyon aranyos, és a dal fantasztikus. Már elengedi az ember, tudod? Ne, jó volt, aranyos volt, cuki volt, hogy szokom mondani, Cibi, cuki. Andi? De nem lehetünk ennyire szigorúak, mert természetes, hogy izgul az elején, és természetes, hogy a profi az megkiröhögi egy idő után, de egyébként én nekem itt nem kérhetjük számon a kémiát, nem kérhetjük számon azt, hogy nem mozogtak marha jól, és ráadásul én elcsíptem, hogy a Gábor igenis szólamot énekel. Tehát tercel. Tök véletlenül az elején, igen. Tercel. Véletlenül volt ez, Gábor? Persze. Bármit is jelentsen. Tibor? Igen. Klasszikusan az a jelenet volt, amikor a filmben, tudod, van a nagyon jó csaj, és próbál a béna fiúból bárkirály csinálni, tudod? És mikorra lesz szerinted? Hát fél 6-8 év alatt ez úgy kialakult, tehát ez nagyon, nagyon ki fog jönni. Fél jó volt, tehát hogy belül robbantott a pezsgőt, a mozgás az nagyon higany volt. Egy picit, csak egy picit is szárazon mozogjál már rá, kedvünkért. Fél, ez a jó vándamos mozgás, ez a jó. Istenem, de jó. Jó, mert végre ugyanolyan maromkertben, na tessék. Ezt akartam mondani, hogy ez a mozgás az igen, egy ilyen szórakozó, ilyen hajnali légy körül aranyat ért. Tehát, hogy... Kuki, aranyat mennyit ér, mármint pontban? Értettem, 9. 9 pont. Ez a szép magas pontszám, jó, ez jól kezdődik. Andi? Olyan szigorúak vagytok, 10. 19, ez jó addig. Én adok egy 9-est. Jó.
28 pont. 28 pont. Fantasztikus. Második Marco Robiékkal holt versenyben elképesztő. Gondoltátok volna, amikor elindultatok? Ebbe kiegyeztetek volna. Ebbe igen. Ebbe jó. Akkor szíves, told el a bringát, a partneredet is. Foglaljatok helyet. Sziasztok.